Sziasztok! A mai videóban arra gondoltam, hogy írhatnánk közösen egy levelet, és valami kis tárgyat helyezünk egy szatyorba vagy dobozba, és ezt elásom most ebben a videóban. És egy olyan egy év múlva kiásom. Úgyhogy, ha izgalmasnak tűnik ez a videó lehet, akkor tartsatok velem, és nyomjátok egy lájkot! Veszek egy lapot, amit tök menni, most nézem a lapon, hogy ez a Halloween-i valami kendő, ez így át az él a lapon, és amúgy ezt körbe lehetne így rajzolni. És akkor tök menő. Jó, akkor tollal meg fogom írni. Annyi lesz, hogy... Úristen, hogy írtam. Kedves én. Ezt most megírom, és a végén megmutatom nektek. Na, meg is írtam, és ronda az írásom, ezért most felolvasom nektek. Kedves én, 2021, 10-e, 24-e van. Most 2022 van, ugye? Hát itt majd eldől, hogy elfelejtem ezt az egészet. Hogyha elfelejteném, írjatok rám Instagramon, vagy akár TikTokon is. Az én jövőm milyen lett? Kettős pont. Így jóslom. YouTube, Instagram, stb. Ugye a platformok. Háromszor több követőm lett. Karrier, iskola. Buktam meg, és még mindig modell akarok lenni. Hát ez így igaz, remélem, hogy ez akarok majd lenni továbbra is, mert engem érdekel ez a szakma, de mellette ugye nyilván YouTube-ozok is, és hát remélem nem bukok meg. Okulásom zárója tudásom, azt kicsit így írtam, hogy ja. Sokat intelligesedtem, azaz jobb, mint most. Zárójeleztem a mostot, mert hát ugye most, ahol vagyunk, de 2022-ben nem akkor most, értitek, hogy ja. Főzésem. Ízesedett, és több receptet tud az agyam. Hát, ezt írtam, ezt fogom hajtani, és még valami kis cukrot, vagy valamit, ami nem jár le, vagy valami kis dolgot mondjuk. Ilyet ások el a szatyorban. Úgyhogy ezt összecsomagolom, megmutatom, mit rakok mellé, és kimegyünk, elássuk. Nem lehet, hogy nem is látszódott amúgy a fejem. Na mindegy. Megírtam a levelet, ráírtam a dátumot, a mait. Lehet, hogy holnap fogjátok látni a videót, és hát 25-én, de 24-én csinálom a videót, és ebbe is azt hittem, hogy Naimitől Naimnek ezt a könyvet fogjuk elásni, és találtam egy ilyen rekeszt, amivel tudjátok, ilyen kinyitod, és akkor még úgy húzod, akkor becsukódik, de lehet, hogy nem az lesz, lehet, hogy szatyorba bedobom, lekategelem, azt bedobjuk a gödörbe és elássuk, de még lehet gondolkodom, hogy mi lesz. Úgyhogy keresgélek, mi legyen, aztán, ha a döntésre jutottam, idehozom. Meg is hoztam a döntésem, ez egy szatyor, hoztam egy mini zacskót is, amiben beleraktuk a levelet, meg a... Hát ezt megpróbálom belerakni a levéllel együtt, hogy ne kaszolódjon, mondjuk, hogyha ebbe beleraknám, csak úgy is így ráhajtanám, azt bedobnám földbe, lehet, hogy ott valami pók, vagy hangya, vagy valami, nem tudom, földi dolog elmozgatná, és tiszta, csupa sár lenne, mikor kivennénk, de várjunk, meg is van. Így ebben most bedobálom, ezt a tollat nem. Ezt a karkötőt még hozzárakom. Lesz egy levelünk, és ugye ez a füzetke, ezt így beleraktam, ezt most rárakom, és hát meghúzok rajta egy csomó. Így egy kicsi levegő van benne, ezt kiengedjük. Ja, szatyor, bocsánat, a kicsit zörgött, és ráhajtjuk. Hát így talán jó lesz.
ezeket a füleket így meg tudom ráhúzni. Sikerült is ráhúznom, és most kimegyünk és elássuk. Aztán nem tudom hova, de mindjárt el fog dönteni. Most indulok elásni. Keresem az ásót, és keresek egy helyet, hogy hova ássam. Szerintem az ásó hátul van, így itt hátra megyek. Idéktem hátra, úgyhogy most kinyitom. Azt hiszem ez az a kulcs. Le kell nyomni. Aha. Na és itt kell lenni valahol az ásónak, és ha nincs itt, én megörülök. De hol lehet az ásó? Fölhívtam a papát, és azt mondta, a pincében, úgyhogy látom. Megvett az ásó, úgyhogy most itt, ahol volt a szendvicses ügyügye, itt ások egy gödröt, és elások a csomagot. Na, ássunk is neki. Úristen! Ez egy kicsit mélyre ment. Na jó, azért ennyi nem kell, úgyhogy ide már áshatom is. Úgyhogy, ja. Ássuk el. Nem tudom, mennyi fog belőle látszani, de... Itt van. És ide most. Én ezt így még itt kikotorom. Bocsánat, hogyha... Jó, ide talán befér. Ide is akar. Ezt egy év múlva ki fogom ásni. Úgyhogy most visszatemetem, és bejelentkezem utána. Szépen el is ástam. Úgyhogy ezt így, ja, itt hagyom, és papát kérem, ezt a terepet ne piszkálja, és egy év múlva ki fogom ásni, úgyhogy ja. Úgyhogy végre süt a nap, úgyhogy ha tetszett a videó, nyomjátok egy hatalmas nagy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! A videóban találkozunk!